Na szevasztok srácok, üdvít a játszótérén, én Makron vagyok itt nektek a The Long Drive kommentúra következő epizódjával, amiben ifát fogok keresni, és azzal fogok majd tovább menni, vagy amit majd szeretnétek vele, hogy csináljak. Ugye erre a kommentre, hogy keresek egy ifát, és azzal menjek tovább, erre a kommentre érkezett a legtöbb like, úgyhogy ezt fogom megtenni. Nyilván azért közben fogok tankolni, meg kaját szerezni, stb. De egyébként a fő feladatom az, hogy egy ifát szerezzek. Meg amúgy kellene egy kis gázolaj is, mert hát ugye az ifa az gázolajos, úgyhogy lehet, hogy itt van a bázison gázolaj, azt viszem is magammal, körbe is nézek, hogy hol van. Meg is van egyébként, itt van 23 liter gázolaj, ezt viszem magammal akkor, hogyha már ifáról beszélünk. Nem tudom, hogy hova fog ez beférni a ladába, meg hogy mennyire lesz így amúgy vezethető a lada, hogyha ezt berakom, de mindjárt ki fog derülni egyébként. Hát ide hátra valahogy be kéne ezt így szépen tenni. Lehet, hogy be is fér. Uha, várjál, kicsit forgassunk rajta. Jó, ittam belőle. Bocs, ez nem direkt. Na, be tudom rakni ide. Jaj, megint ittam. Befér. Jó, oké. Hát elég komolyan ül a segge a ladának. Na mindegy, szálljak be, és akkor igazából induljunk is meg. Ajtó bezár, tükör, hát ugye be volt állítva a tükör, de akkor még nem volt benne ennyi cucc, úgyhogy most újra beállítom. Ja, itt is beállítom a tükröt, hogy lássak, bár mondjuk nincs mit látnom, szóval annyira nem fontos beállítani a tükröt, de azért, na mégis legyen beállítva. Hát ez a napellenző, ez annyira nekem nem kell. Lefelé egy kicsit leülök így. Na, ezt szeretem, így szeretek a kocsiban ülni. Beindítottam, kézifék behúz, és mehetünk is tollatás. Ugye 2,5 liter üzemanyagon van, és most indulunk neki igazából a mi kis túránknak, úgyhogy hajrá, nyomjuk a túrát, és akkor hát meglátjuk, hogy meddig tudok eljutni. Remélem azért a következő helyen fogok találni üzemanyagot, és akkor szépen tovább tudok menni a ladával. Már 120-szal megyek, amúgy tök jól megy ez a lada. 120-szal megyek, úgyhogy itt igazából szerintem el is engedem a gáz, mert lejtő van. Ki is kapcsolom a motort, hogy csak guruljak lefelé szépen, mert hát azért spórolni kell az üzemanyaggal igazából. Úgyhogy 1 kilométert már mentem, nagyon jó. Nem is tudom, hogy hány kilométerenként van egyébként valami épület, ezt nyugodtan írjátok le nekem kommentben. De meg, hogyha már tudjátok, hogy mit csináljuk a következő epizódban az ifával majd, akkor azt is nyugodtan írjátok le nekem kommentben. Na, eddig sikeresen megtettem 6 kilométert, full éjszaka van, sötét, emelkedőnek 100-zal tudunk menni, ami szerintem egészen jó, egy alap Lada motortól, meg amennyire meg van pakolva. Hát ugye egy kicsit ficánkol egyébként a Ladának, de azt hiszem teljesen jó gumik vannak rajta. Mondjuk ezt érezni is az irányításán, hogy jó gumik vannak rajta. Egyenesen halad az autó, nem húz egyik irányba se, úgyhogy igazából tényleg minden adott ahhoz, hogy szépen túrázzunk vele. Ez csak egy sziklacsomó, azt hittem valami épület lesz. Hopp, ott láttam épületet viszont. Aja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 j
gyakran alszok egyet, és akkor utána ezt át fogjuk nézni, hogy mi van. Gyorsan alszok egyet. Na meg is volt az alvás, és gyorsan nézzük meg, hogy itt van-e valami üzemanyag, vagy nekünk való dolog. Ezeket ugye szét kellene törni. Hopp, ott egy Warburg hátsó ajtó. Itt egy festék, amit azért fogok magammal vinni. Víz ugye nem kell, ebbe olaj van, az se kell, víz se kell, mert van nálam bőven. De ha jól láttam, amúgy éhes vagyok, szóval ezt valahogy amúgy össze kellene törnöm. Vagy szétlövöm. Még az a másik esély amúgy. Hopp, ott egy jó gumi. Itt egy motor, bár nem tudom minek a motorja. Itt egy tank, amiben van 4,9 liter gázolaj, azt beletöltöm szerintem a hordóba. Itt is egy tank, amiben 8 liter üzemanyag van. Ez az, nagyon jó. Ez, hát ez nem tudom micsoda. Az fogalmam sincs, hogy micsoda. És akkor nézzük meg, mi van az utolsóba. Utolsóba pedig egy kupa van, és itt mi van? Olaj, 7 deci olaj. Jó, akkor nekem tulajdonképpen ez mindenképp most kell, mert ezt bele akarom önteni akkor ugye a ladába. És akkor már lesz 8 liter benzinem. Jaj, megint megittam, basszus, megint ittam belőle. Nem akartam belőle inni. 8 liter benzinem lesz a ladába, úgyhogy ez tök jó. Ezt kinyitom és szépen bele áttöltöm a ladába. Amúgy egy fél liter fogyott összesen az üzemanyagból, míg idáig elértem. Teljesen jó szerintem. El is engedem, és mit kell még innen elvinni? Hát ugye van ez a
4,9 liter dízel. Hát ezt lehet, hogy nem is viszem el magammal inkább. Ú, itt van valami tár. Aha. Festéket ezt szerintem viszem, mert hogyha valami olyan feladatot kapok tőletek, hogy fessek le valamit, akkor jó lesz a festék. Akkor jól fog jönni a festék. Ah, mondjuk basszus, belefújtam egy picit már megint. Igen, a billentyűzet kiosztás még nem teljesen oké a számomra. Jobb, itt is van egy festék. Jó, hűtés, mindjárt ránézek, hogy azzal mi van, mert picit azért melegrett a víz. Ha mondjuk nem a legjobb a hűtés, ahogy látom. De amúgy 5 liter van benne, 5 liter az olaj is. Jó, ennyi kilométer alatt nem fogyott semmi. Mondjuk az durva lett volna, hogyha fogy belőle bármi is. Láttam egy hűtőt hátul? Nem hűtőt láttam, hanem tele vagyunk kakával meg mindennel. Itt egy ajtó, igen. Másszak föl, nézem, na itt a hűtő, ebbe lesz kaja, jaj de jó, mert amúgy iszonyat éhes vagyok, úgyhogy nem is baj, hogyha eszünk, jaj, pick-up, na most miért nem tudom megenni? Hát igazából azért nem tudtam megenni, mert tele voltam már korábbi kajával, na most már meg tudom enni. Hát sokat nem nyomott rajta, viszont itt van egy szalonna, amit hogyha eszek, na igen, azt kérem szépen, az a nem semmi, az úgy már jó is, és újra ki lehet magamból facsarni mindent. Ohó, találtam egy másik kolbászt, hol van? Itt van, megvan. Gyere velem, kolbászka. Hát kettőt fel tudok tűzni, vajon egymás mellé? De hoppá, ettem belőle. Nem akartam enni belőle. Beülök. Megfogom. Fel tudom-e tűzni ide? Hoppá. Bocsánat, rossz gomb. Azaz. Nagyon jó. Oké, okay, egyre több a kolbászot. Nagyon király. Jó, a többi amúgy az nem is kell. Ez a gumi. Ezt megnézzük, hogy van-e valami rosszabb gumi ettől, de elméletileg nincs. Talán ez az egy, vagy mindegyik. Várjál már. Ez túl szép ahhoz, hogy ez, talán ez a hátsó, ez nem olyan jó. Ezt nézzük meg. Vegyem le ezt a, aha, ez lehet, hogy nem olyan jó. Vagy azért nem jó, mert hogy jöttem benne. Nem, ez tényleg nem jó. Oké, ezt szedjük szét. Ezt tegyük rá fel. Mondom, tegyük rá föl. Nem megy rá. Ez nem megy rá erre. Hát de miért nem megy rá föl? Nem ugyanolyan? Ezek szerint nem ugyanolyan. De, jó. Nagyon nehezen akart rá fölmenni. Nem tudom miért. Mindegy. Így most már jó. Igen, még az elsőt is ki kell majd cserélni, mert az se tökéletes. Na de ezt legalább így most már tuti jók vagyunk. Oké. És mi van még itt nekem? Mi van még itt? Ez fogalmam sincs. Ez micsoda? Oké, felraktam egy sisak. Az fontos, hogy legyen nekünk. Már nincs semmi. Itt van egy motor, amiben olajtunk. Üres. Hát ezt a dízelt meg nem viszem magam. A 23 liter van nálam, az bőven elég lesz. Amit még kell viszont csinálni, hogy iszok egyet, mert ugye nagyon szomjas a karakter. Ígyni, meg is vagyok. El kéne zárni. Elzártam. Jó. Na. Mehetek is tovább, igazából lett egy új kerekem, lett üzemanyagom, hoztunk még festéket is, úgyhogy igazából minden rendben van. Üljünk be a kocsiba, és irány tovább. Tök jó, most már negyedik van az üzemanyag kb, úgyhogy már azért kicsit nyugodtabban megyek előre. Lehet, hogy most már dűzsölhetünk is, és nem kell leállítani a ladát ahhoz, hogy menjünk bele folyamatosan egyenesen, hanem tényleg nyomhatom neki mindenhol, és akkor full sebességgel tudok menni bárhol. Na, itt lesz előttem valami épület, egy nagy benzinkút. Új, ott nagyon sok mindent lehet egyébként találni. Szerintem ez gyors kilútolom, és utána megyünk is tovább. Hop, ott egy Volkswagen Golf is, ledobta a játék. Ifa nincs, ahogy látom, na nem baj. Na nézzünk körül, hogy mi van itt. Na hát összeszedtem mindent, ami fontos. Itt még hátul találtam egy Warburgot. A hűtője, tehát inkább hagyjuk azt a hűtőt, hogy milyen, úgyhogy nem fogunk kicserélni. A kerekek azok jók rajta. A felnik nem tökéletesek, ahogy látom, de mintha jobb lenne, mint az enyém. Úgyhogy lehet, hogy így elviszek egy kereket, megnézem, hogy az enyémhez képest, ami elől van, milyen. Oda készítettem mindent egyébként a lada mellé, amit össze kell nekem pakolnom. Na hát ugye most van egy rendes kerék. Ez a kerék, igen, tehát ez tisztán látszik, hogy ez egy nem jó gumi. Ez pedig egy jó gumi. Megpróbáljuk rárakni, és ráment tökéletesen. Na akkor kezdjük el hasonlítgatni ezt a kereket a többihez. Hát na, ezt most itt nagyon jól nem látom, hogy milyen, de mint hogyha ez a felni, ez nem lenne jó. Ez a kerék, ez a gumi viszont jobb, mint ez. Vagy ugyanolyan? Ugyanolyan. Ugyanolyan viszont nem, ez jobb. Ezt leveszem, ezt átrakom erre. Jó, de jól néz ki. Ha, hát igen, sokkal jobb az a kerék. Így van, és akkor még ezt nézzük meg ehhez viszonyítva, hogy milyen. Hát ez igazából ugyanolyan. Oké. Na, akkor már csak felniket kell majd még egy kicsit
kicsinosítani, bár nem is biztos, hogy fogom, mert nem fogok a ladával most már semmit csinálni. Tettem rá egy kis csomagteret még, egy koporsót, hogy minden elférjen benne. Például ez a detektor, ezt már oda szerintem be is lehet dobni. Megpróbálom legalábbis, hogy odafér-e, és belefér. Nagyon jó. Oké, ugye ez nem fog leesni, mert a raklap hozzá van ugye kötve a kocsi tetejéhez, és amit a raklapra laksz, azonnal nem esik le, úgyhogy ez így nagyon jól fog működni. Van egy pár spriccen, egy pár drótkefe, egy pár szivacs, kis kaja, ezt be is rakom egyébként a kocsiba, kinyitom a hátulját, és akkor ezt bedobom. Olajat találtam, még némi üzemanyagot, szóval igazából van itt minden, úgyhogy mindjárt áttöltök, összetöltök mindent, hogy egy kicsit rendezettebb formát tudjam bepakolni a kocsiba, és fogok indulni is tovább. Áttöltök egy kannába gázolajat, hogy ne az óriási hordót vigyem magammal, itt 23 liter van benne, úgyhogy 3 litert itt fogok hagyni. Ezt jól eldobtam amúgy. 3 litert itt fogok hagyni, hanem igazából csak ennyit viszek el magammal, és egy sokkal kisebb helyet foglal. Lehet, hogy súlyra nagyjából ugyanannyi, viszont helyben sokkal kisebb helyet foglal, úgyhogy ez így nekem sokkal jobb lesz. Pakolás szempontjából mindenképp. Hát még azért van mit összeöntögetni, hogy látjátok, úgyhogy fogok is neki tovább. Na hát összepakoltam mindent, amit kellett, összeöntögettem, úgyhogy jó éjszaka is lett, egy jó alvás, és akkor utána irány tovább. Na, kocsiba be, ajtót be, motor beindítani, és akkor kis tolatás, és indulhatunk is remélhetőleg. Hát azért fickós nem lesz most már a lada, ugye mert hogy a tetején van egy koporsó, meg egy raklap, de teljesen jó gumik vannak most már rajta mindenhol, zsírúj gumik vannak rajta, szóval az úttartása legalább jó lesz neki. És ott a távolban látok is egy épületet, tehát hogy arra megyünk, reméljük, hogy ott lesz lada. Lada, ifa, mert ugye ifát kell keresnem. A golfot kellett volna keresnem, akkor már egész egyszerű dolgom lett volna, de hát ez nem ilyen, ifát kell nekünk keresni. Uhú, mindjárt 150-nel megyek, oszta, juj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 
lefelé nyomom a gáz, mint az ára, tehát 140, nem megyünk 150-nel, csak majdnem. Húha, itt komoly kövek vannak az úton, osztrót, meg lesz a 160, meg lesz a 160, léci. Nem lenne rajta a kopósú, meg lenne a 160. Nincs meg, nem. Nincs meg, 150 fölött vagyunk egy picivel, és most már lassulunk vissza, le kell vennem a tetejéről ezt a koporsót, amúgy sincs sok értelme, mert ennyit szükszott nem fog fölhalmozni, hogy még kelljen egy koporsó is, amiben fogok tárolni, de most lendületben vagyok és emelkedő jön, úgyhogy biztos, hogy nem fogok megállni, azért, hogy leszedjem a koporsót a tetejéről, mert most az ilyen 130-al jövök, most már csak 120-szal az emelkedőn, tuti nem állok meg. Úgy nagyon komoly az út, hát itt mi van? Asztalat. Ajaj, milyen krákat dob, te jó Isten. Itt megint már 140-nel megyek, az előbb csak 100-zal mentem, de így kiesek a kocsiból, akkorákat dob rajtam az út. Eléggé életveszélyesen megyünk. Nagyon kell koncentrálni arra, hogy hogy is megyek, mert nagyon, nagyon könnyen bajok lehetnek itt. Benézek egy követ, vagy egy villanyoszlopot, aztán repül szét a kocsi, a másik az, hogy meg is halok. hamarosan épület van az út mellett, már láttam. Ja, ez egy kavics, nem, mögötte tényleg épület van. Na, nézzük, hogy mi lesz. Lesz-e ifa? Fék, valamit már esett le. Na nézzük, mit kapunk. Lesz-e itt valami jármű, vagy nem lesz-e itt valami jármű? Hát úgy néz ki, hogy nincsen jármű. Gyorsan körülnézek, hogy mi található itt, aztán megyünk tovább. Hát itt nem volt semmi különleges, igazából annyit csináltam, hogy a koporsót levettem. Meg a raklapot is levettem. Na, ez szerintem egy Volkswagennek az eleje, de hát ezt nem jövök fel a ladára. Tettem rá egy vízimértéket itt előre, majd meglátjuk, hogy mennyire fog ez engem zavarni, de most éppen pont vízbe van a kocsi. Mást egyébként nem találtam. Még azt hiszem, hogy egy gumit cseréltem, még egy sokkal fényesebbre. Itt találtam egy Franco gumit, mint ami még volt rajta. Úgyhogy most már mindenhol a legfényesebb kerék van a ladán. Nagyon frankó, mehetek is vele tovább. Nem zavar a vízimérték abszolút, úgyhogy az ott is fog maradni rajta, legalább látjuk, hogy mennyire dőlünk be a kanyarba. Nagyon komoly emelkedő jövök fölfelé, azt nézzétek. Hú, elég komoly. A vízimértéket sajnos nem tudjuk megnézni, mert máshogy áll a vízimérték. De nagyon-nagyon kemény emelkedő jövök fölfelé, csak úgy kapaszkodik a lada. Hát 60-nal éppen megyünk fölfelé. Kapcsolok most már lámpát, hogy kezd sötét lenni. 60-nal éppen, hogy jövök fölfelé. De nagyon-nagyon durva az emelkedő.
Kíváncsi vagyok, hogy ezután egy jó kis lejtő jönne, mert most már, hogy nincs rajta a koporsó meg a raklap, szerintem el fogom érni a 160 km per órát majd, hogyha lesz egy komolyabb lejtő. Na ez meg most már még komolyabb emelkedő, mint ami volt. Te jó Isten, ez nagyon kemény. Hogy füstöl alad, azt nézzétek, szegény. Mint a hengerfejes lenne, nem? Kicsit, mint ennél a vizet is. Ó, megjöttek az ufókok, jönnek az ufókok, leállt a lada. Jújjújjúj, meg is állunk. Hopp. Rám néznek, elmennek. Jó, de megijedtem. Nem is tudom beindítani, pedig még emelkedőnek vagyok. Menjetek már innen, hogy indítsam be a ladámat. Na, oké. Basszus, hogy pont emelkedőnek kellett jönnötök, alig bír elindulni szegény ladám. Ú, de megijedtem, basszus. Mondom, mi történt? Már elment az áram, minden, az csak megjöttek az ufók. És még mindig emelkedő, hihetetlen amúgy, még mindig emelkedő. Nem hiszem el. Remélem ugyanennyi lejtő is lesz, amennyi emelkedő, mert nem tudom, hova megyünk föl, de a Mount Everestre tartunk, úgy érzem. Oho, egy épület, épület, ráadásul ez ilyen, ez ilyen, nagyon, ez a gazdag épület, tudjátok, hogy be nagyon kicsi, de nagyon sok minden van benne. Na van-e valami jármű körülötte, azt kell megnézni. Júj, hát egy szánkó az már van, de más nincs. Egy szánkó van és ennyi. Meg megnézzük, hogy benne mi van. Na, megállunk, lámpa lekapcs. Autó leállít. Alszok egyet, és akkor utána körülnézünk bent. Na, mi lesz itt bent? Nézzük meg. Hát nagyon sok minden. Egy komolyabb hűtő, ha mondjuk az tök jó lenne szerintem a ladára. Ez nem tudom minek a hűtője, de ez biztos jobb, mint ami a ladán van jelen pillanatban. Van egy üres hordó, egy üres másik ilyen cucc. Nem nagyon akarok semmit elvinni igazából, én csak annyit szeretnék, hogy legyen itt benzin. De nem nagyon lesz, ahogy látom. Nem, Warburgnak van hűtőrácsa, az is üres volt, de be kéne valahogy férni, megnézni, hogy ebben mi van. Vér van benne, olaj, ez nem kell, az van bőven. Van ilyen amerikai hátsó kerék, nézzétek csak. Nem ezt gond, ebben mi van? Olaj 10 liter. Nem tudok oda bemenni, nézd meg, ebben mi van? Hát ez ilyen vegyes felvágott, ez azt hiszem üres volt. Ez üres, az is üres. Ohó, ez ugye van ilyen felni, amire föl lehet rakni ezt az amerikai, de ez ugyanolyan felni, nem? Szerintem én eddig is fel tudtam volna rakni ezt az amerikai hátsó kereket. Tök ugyan felni. Csak hogy meg szipelem magammal, az tök jó amúgy. Na mindegy, csoki. Meg tudnám enni, hogyha lenne hely bennem. Na pillanat, ide hátra eljövök. Könnyítek magadom, és akkor utána tudunk enni. Na, a csoki mehet is befelé. Finom csoki. Itt, ó, még itt van. Még van. Nyomjuk befelé. Azaz. Ohoho. Nagyon jó. Ebben mi van? Üres. Minden üres igazából. Nem találunk tulajdonképpen semmit, amiben van is valami, az meg vér, vagy alkohol. Az meg megint nem kell nekünk. Abban a vödörben esetleg mi van? 8 liter gázolaj. De az nekünk nem kell. Na szerintem még ezt megnézem, de ebbe is olaj van, aha. Jó. Hát akkor igazából nekem innen ez a hűtő fog kelleni, úgy érzem. Egy picit komolyabb, mint ami a ladáé. Szerintem, nem vagyok benne biztos, komolyabb, mint a ladáé? De szerintem komolyabb, mint a ladáé. Kiveszem, ezt berakjuk. Hoho. Jaj, nincs rajta a kupak, hello. Hopsza. Kupak meg nincsen rajta. Én úgy jöttem végig, hogy nem volt rajta a kupakat, az király. Sokkal komolyabb hűtő, mert 10 liter víz fér bele. Sokkal komolyabb hűtő. Vizet kéne találnom igazából. Mondjuk volt nálam, itt van 2 deci, ezt beleöntjük. Biztosan biztos, ezzel is több legyen benne. Oké. Víz, üres. Üzemanyag, 2,2 liter. Nagyon jó. Hát az mindenképp fog kelleni. Igen, fogyott szépen amúgy. Eldobjuk. Hátul mi van ebbe? Esetleg ezt nézzük meg. Ez mit tartalma? Üres, ha jól láttam. Így van, üres. Ebbe, ami volt, az már kiömlött. Mögötten nincs eldugva semmi. Hát sajnos igazából víz sem lesz, ahogy látom. Itt eldugva. Mondjuk van nálam azt hiszem 20 liter, úgyhogy semmi probléma. Meg kell keresni azt a vizet. Ifának eleje, az már van. Meg kell keresni ezt a 20 liter vizet, és akkor utána rendben is vagyunk. Ez üres. Melyik lesz az? Ez? Vajon ez az? Nem, ez a dízel. Akkor ennyi innen? Itt van. Nagyon jó. Oké. Megvan. Tudok tölteni bele. 10 liter sokkal jobban fogja hűteni a ladát. Sokkal jobban fogja hűteni a ladát ez a hűtő. Dupla akkora, mint a ladájé. Ígyni. 10 liter, meg ígyunk egy kicsit, mert szomjas is vagyok. Itt a nagy melegben kell inni is egy kicsit. Oké. Vissza is rakom. Ezt is visszateszem, mert ugye ez fog kelleni még nekünk. Hát igazából minden kell, ami itt van a kocsiba. Ja, ezt le is zárom, mert ez nem volt lezárva.
Oké, hűtőre visszakupakot, igen. Ja, a motort, már megnézem akkor az olaj, hogy van. 4,7 az 5-ből. Volt egy olyan hordó, amiben olaj van. Ez ugye itt mindent, na várjál, így könnyebb lesz kivinni szerintem. Opa, ha ebbe áttöltök, és akkor utána úgy viszem ki. Na így sokkal egyszerűbb kivinni az olajat, mert így töltöttem bele egy kicsit, azt kivittem, annyi hiányzik belőle, és kész. Maradék meg nyugodtan ki is folyhatott, nem foglalkoztat minket. Hát picit kilóg a hűtő a ladából, de sokkal jobb lesz a hűtése neki, úgyhogy nyomhatjuk neki most már 1000-rel. Hát itt igazából így ennyi volt, úgyhogy mehetek is tovább. Na elméletileg akkor ennek a hűtőnek jobban kell működnie a ladába. Most talán lejtő van, mert most nagyon meglódultunk. Ja, visszafelé megyek. Jaj. Hoppá, várjatok. Azért lódultunk meg, mert visszafelé megyek. Na, mehetek vissza. Mondom, olyan jól megyek, hát nyilván ezért, mert visszafelé megyek. Mindig a jobb oldalon kell lenni a villanyoszlopnak. Basszus! Na, majdnem visszamentem egy pár kilométert, mire észrevettem volna, hogy lefelé megyek. Ugye, de ez jó trükk, meg jó tipp, hogy mindig a jobb oldaladon van a villanyoszlop, úgy kell menni előre. Mert amúgy összekavarodnék. Mint ahogy most is tettem. Akasztjuk az órát, 160-nal megyünk, és szerintem kicsit fölötte is. Végre volt egy lejtő, és meg tudtunk úgy lódulni. Nagyon jó, hát most már emelkedő van, úgyhogy nyilván csökkenni fog, de meg volt a 160, nincs rajta a koporsó és a raklap, már is azon nyomban húz, mint az állat a lada, nagyon jó. Hűtő is hűt, mint az atom. Hú, napnak szembe megyünk, alig látok valamit. Naplemente, igen, az ilyenkor annyira nem esik jól, de hát ez van. Még kis lejtő, száguldunk. Te jó Isten, nem látom az utat, tényleg semmit nem látok. Basszus, nagyon kemény. 160. Júj, oszlop. Burulás. Mi szakad le a ladáról? Eddig semmi? Semmi. Nem szakadt le semmi, de még egy tükör se. Megsérültünk? Nem sérültünk meg. Oszta. Na, az kemény. Na, ez a kemény, srácok. Ebben nem sérültem meg, és nem is szakadt le semmi a ladáról. Wow. Pedig ez egy jó nagy pörgés volt. Nem semmi. Na, nyomjuk tovább neki a gázt, nem szabad elvenni. Ismerjük a mára mondást, ugye? Jobb láb a gázon, hol a bal láb? Kommentben kérem a választ. Hopp, itt van egy kis benzinkút. Na, nézzünk körül, hogy mit található itt. Hát autó az már nem, ez 100%. Mindjárt megnézzük, hogy van-e valami üzemanyag, vagy nekünk való dolog itt. És szállok, gyors körbenézek. Hát igazából, ami értelmes és itt találtam, az 7 deci benzin. Úgyhogy azt bele is töltöm a kocsiba. Nagyjából ezt a 11 litert így tudom tartani folyamatosan. Így mindig megállunk egy kicsit. Akkor lennék nyugodt, hogyha már legalább 20 liter lenne benne, mert akkor meg se állnék egyébként egy ilyennél, hogyha nincs itt tifa. De most még muszáj megállnom, hogy tankoljak, mert azért 11 liter az elég gyorsan el tud fogyni. Úgyhogy menjetünk tovább. Hát ez nagyon beteg ez a lejtő, te jó Isten! Gyorsabbak vagyunk, mint a generálás. Húj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 
még 180 is megvan szerintem simán. Akasztjuk az órát folyamatosan kb. Úgy jövök, már 51 kilométert, 52 kilométert letudtam a játékba. Az nagyon kemény, 52 kilométer már megvan. Hát még IFA nem volt, de igazából még kettő autót láttam összesen eddig. Egy Volkswagent, egy Golfot, meg egy Warburgot, és ennyi, más nem. Oppá, 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 oppá. Itt van, ajajaj, na itt még IFA nem lesz szerintem, de benézhetünk, hogy itt ezen a helyen mi található. Most azt panolja le a dolgokat, de tuti, hogy üzemanyag lesz, szóval annak már örülök, hogyha lesz itt valami jó kis üzemanyag nekem. Hát egy barkasz. Egy barkasz van itt, kérem szépen. Nagyon jó. Egy barkasz találtam. Na nézzük, nézzek bent körül, hogy mik vannak itt, és akkor utána mehetünk is tovább. Találtam 2,8 liter benzint, nagyon jó, ezt beletankolom és aztán keresek tovább. Na, még találtam 2,2 liter benzint, úgyhogy ezt is beletöltöttem, most már 15,3 liter van, már a feléhez közeledünk, nagyon jó.
Még amit akartam csinálni, hogy megtöltöm a vizes kannát, ami elméletileg ez a vizes kannám? Igen. Szóval megtöltöm a vizes kannát vízzel valahogy. Meg tudom itt egyáltalán tölteni? Megpróbálom. Töltődik? Jó, akkor meg tudom tölteni. Megtöltöm a vizes kannát vízzel, hogy legyen benne víz bőven. Be is zárom, amikor kiveszem, akkor ne lötykölődjön ki. Jó, 20 liter víz meg is van, vagy ugye ez hiányzott, hisz a hűtőbe öntöttem belőle bőven. Nézzük, mi van a... Hát 17,7 liter gázolaj van benne. Warburgra, ú, de jó lenne ez a Warburgna, de nekem ifa kell, mert azt írtátok, és azt lájkoltátok a legtöbben, hogy ifa kell. Úgyhogy ennyi volt, tehát nem volt sok minden ebbe az épületben nekem, de legalább... Ja, várjam, hogy ott a kulacsom, tényleg el is felejtettem, basszus. Ott van a kulacsom, na mindegy. Ennyi volt ez az épület, találtunk majdnem 5 liter üzem, sőt, szerintem 2,8 meg 2,2 valami ilyesmit találtam, úgyhogy az meg is van pont 5 liter üzemanyag, legalább most már nagyjából majdnem félig van a tankom, úgyhogy nyugodt vagyok, mehetek tovább. Azt, hogy jól látom, kb. Az út mellett konkrétan egy olajtanker, na, meg tudom magam tölteni, teljesen furra akkor gáz, vagy benzinnel, nagyon remélem. Meg, még hogyha szerencsém van, akkor tudok még el is rakni kannába, úgyhogy tök jó, ugye fullon vagyok olajjal, fullon vagyok gázolajjal, vízzel, üzemanyag nincs nálam, mármint hogy benzin nincs nálam abszolút, csak amennyi a tankba van, úgyhogy ha ez tényleg ott van mellette, az nagyon nagy királyság, de úgy néztem, hogy igen, legalábbis lehet, hogy csalóka volt a játék innen távolról, de úgy nézett ki, hogy ez tényleg itt van. Na, nézzük akkor, hogy lesz-e benzin itt ezen a tankeren. Üres, gázolaj, üres, alkohol, hát ebbe van minden, ez izével lenne jó, de még abban se nagyon, két üteműbe. Üres, hát ez is keverék, tök jó. Üres, 45 liter olaj, üres. Na, ebbe aztán van minden. Azt a rohadt, benzin, olaj, gázolaj, alkohol, na ebben minden van. Megint gázolaj. Mennyi gázolaj, te jó Isten? Üres, na ez megint egy keverék. Sima olaj, üres, alkohol. Hát nem marad sok hordó, amiből tudok választani. Nehogy már ne legyen itt nekem üzemanyag, te jó Isten. Hát ezeket itt már átnéztem, már csak ennyi hordó van, ami ezen az oldalon van. Ajajaj. Üres olaj, gázolaj, üres. Na-na, utolsó három hordó. Üres. És az utolsó... Üres. Nincs benzin. Ennyi hordóból, srácok, nincs benzin, csak keverék, amit nem akarok beletankolni, mert akkor nagyon lassú lesz a lada. Nincs benzin. Hát ez valami hihetetlen. Ilyen szerencsétlen nem lehetek, basszus, hogy 30 hordóból egybe se volt tisztán benzin, de még 5 liter se. Bezzeg olaj, meg gázolaj, az szarásig, amennyit meg tudsz inni. Annyit el se lehet vinni, mint amennyi volt ott jelen pillanatban, de benzinből semmi. Nyilván, mert az kellett volna. Hát igen, egy kicsit dobál az út, de... repülünk, meg a kolbász kirepül a kocsin kívülre. Az igen. Na hát megyünk tovább. De ugye elsődleges szél az ifa, de azért jó lenne mondjuk eljutni egy ifához úgy, hogy van üzemanyagom. Azért az nem lenne úgy hátrány. Na itt egy épület, közel a 70. kilométerhez. Mit kapunk? Kapunk egyáltalán valami járművet? Hát budi te lesz arra, egy kombitrabi, hát az nekünk nem kell. Benézek üzemanyagért és utána megyek is tovább. 9,2 liter! Nagyon jó! 9,2 liter benzin! Ez az! Na végre! Meg tudom rendesen tankolni, több mint félig lesz a ladának a tankja. Nagyon király! Fú, de jó! Végre megnyugodhatok. Úgyhogy, hogyha most már nincsen a következő állomásnál jármű, ifa, akkor meg se kell állnom tulajdonképpen. Azért belenézek a Trabantba is. Ki tudja, mi van benne. Hát semmi, üres. De milyen jó állapotban lévő Trabant? Egy picit kéne rajta alakítani. Egyébként teljesen jó állapotban lenne. Ez a felni nekem lehet, hogy fog kelleni viszont. Nem ez, hanem ez a felni, mert kerékkel együtt akár. Mert nekem elől rosszabb kerekem van. Mármint, hogy amúgy szebb
a kerék, úgyhogy ezt le is cserélem. Így. Na, tedd össze kettőt, légy szíves. Na, így. Oké. Okay. Na, így sokkal jobban mutat. Így sokkal jobban mutat, így most már az összes felnő ilyen szép fényes. Ezt meg itt hagyom így. Amúgy más itt nem is volt, ez volt a lényeg, hogy 9,2 liter benzint ugye találtam, 23,1 literen van most már, úgyhogy nagyon jó. Mehetek tovább, és a következőnél, hogyha nincsen ifa, meg se fogok állni. Persze kivéve akkor, hogyha valami nagyon gazdag lelőhely lesz, ahol akármit is találhatok bent, mert nyilván jó lenne a sok üzemanyag, de nem fogok minden áron megállni. Azért ez a 23 literrel most már nagyon messzire el lehet menni, de tudjátok, hogyha az a nagyon-nagyon gazdag épület lesz, akkor az a szervíz, vagy műhely, vagy nem tudom minek hívják, akkor ott biztos, hogy meg fogok állni viszont. De remélem, hogy most már azért lassan ifa miatt kell megállnom. Na, ott egy tanker. Oda menjek, nagyon csábító amúgy, hogy oda menjek hozzá, és benézzek, hogy van-e még üzemanyag, mert hogyha lenne üzemanyag ott, és meg tudnám tagolni teljesen a ladát, meg még egy kannát is, akkor viszont sehol nem állnék meg, ahol nincs ifa, mert amúgy kaján van, vizem van, minden van, nem kellene megállnom sehol kávé. Ja, szerintem nézzünk be, mi baj lehet belőle, itt van úgyis nagyon közel az úthoz, úgyhogy végül is nézzek be, hát ha szerencsém lesz, nem úgy, mint az előzőnél. Meg kéne állni, oké. Okay. Na nézzük azokat a hordókat. Iszonyat mennyiségű hordó van, erről a végéről kezdem és megyek végig, remélem, hogy találok benzin. Üres, keverék, alkohol, üres, olaj, eddig ugyanaz, mint az előző. Keverék, üres, olaj. Végre 16,7 liter benzin, nagyon jó. Ez az. Na, ezt ki is viszem oda, aztán nézem tovább, mert ez még igazából nekem nem elég. Nagyon jó, mert majdnem ennyi van beletankolva a ladába, jó, picit több, de ez már azért úgy, ezzel azért el lehet menni tényleg elég sokáig, ez már az úgy elég, de nézzük tovább, hogy milyenek még itt a hordók. Üres, olaj, üres, ó, 10,6 liter benzin, nagyon jó, oké, ez már 26 liter, alakul, de jó, hogy megálltam. Nem pedig úgy döntöttem, hogy megyek tovább. Na, így viszont már tényleg nagyon jók leszünk. Nem fogok magammal vinni egyébként hordót, mert az nagyon-nagyon nehéz, szóval az teljesen fölösleges, de ha teletankolom, és még viszek 20 litert kannába, az úgy már azért szerintem elég lesz sokáig. Üres, alkohol, üres, olaj, üres, 48 liter benzin. Oké, itt megálltunk. 48 liter, kérem szépen, ez elég feltankolni fúrra a ladát, és még tudok kannába is rakni üzemanyagot, azt a mindenit neki, nagyon jó, végre, köszönöm szépen játék, most már csak egy ifát kérek, és minden problémám megoldódik. Na hát tele van tankolva a lada, végre 39 liter van benne, nagyon jó, be is zárom, hogy aztán itt ne történjen semmi probléma, meg kell keresni azt az üzemanyag kannát, ami üres, na ez az egyik, szerintem kettő van, gyorsan meg is nézem, mint úgy emlékeznék, mint hogyha kettő üres lenne, oda viszem ezeket a hordókat, rosszul emlékeztem, egy van, nem baj, az is tökéletes igaz, mondjuk itt van egy 3 literes kis kannám, amit azért meg tudok tölteni, úgyhogy miért ne töltenénk meg akkor, nem? Mondjuk nem látok rá, kicsit közelebb kell jönni, kinyitom, 3 literest is megtankolom, meg a 20 literest is, akkor lesz 23 liter üzemanyag még nálam, nagyon jó. Annyi lesz nálam tartalékba, amennyi a ladába volt, mielőtt ide jöttem volna a tankerhez. Na meg is tankoltam 20 liter üzemanyaggal a kannát is, úgyhogy most már van nálam 23 liter tartalék, nagyon jó, be is dobom, 23 liter tartalék is, még fullon is van, hoppá, az ajtót leszettem véletlenül, és még fullon is van a lada, hát ez iszonyat király, oké, lezáródott, jó, na mehetek is vissza az útra, azt hiszem arra van, ha jól emlékszem, igen, és mehet tovább a túra, most már tényleg csak ifáért fogok megállni. Amúgy most, hogy így belegondolok, nagy szerencsém volt egyébként, hogy ladát kaptam az elején, 1002-es kombit, mert nagyon sok minden elfér benne, ugye a hátsülést kihajítottam belőle, így aztán lehet bele pakolni is, és most konkrétan tényleg minden van nálam, ami ahhoz kell, hogy egy ifával el tudjak indulni, kivéve kerék. Mondjuk ez elég problémás lesz, hogyha nem lesz rajta kerék, amit találunk ifát, de erre mondjuk nem gondoltam. Igen, ez mondjuk tényleg problémás lesz. A nagy kerekeket összegyűjthettem volna egy raklapra saját magamon. Igaz, hogy nagyon lassú lennék vele,
De legalább akkor tutira tudtam volna menni, mert olyan ifát találok, ami nincsen kerék, akkor is tulajdonképpen tudtam volna vele tovább menni, mert a motor nincs benne, belehajítom a ladáit, hogyha kerék, hát mondjuk a kerék, a lada kereket rátesszük, és akkor jó lesz. Nem, szerintem azt nem is lehet rárakni. Bár nem tudom, hogy rá lehet-e, majd hogyha esetleg olyat találok, akkor kipróbáljuk. Na mi az ott? Mi az ott? Az egy autómentő barkasz, és nincs itt más azon kívül. Mehetünk is tovább, nem is állok meg, mert ráadásul ez egy busz megálló, úgyhogy ott csak ilyen fél literes cuccok vannak maximum. Mehetek is tovább, hát sajnos nem ifa volt ez sem. Hát engem ez a játék szívott, srácok, ezt nézzétek, milyen emelkedő megyek megint fölfelé, de már szerintem egy 20 perce, nagyon kemény. Iszonyatosan durva. Hát ez valami hihetetlen, nem hiszem el, hogy basszus, legalább akkor haladnék a játékba, hogyha még ifa sincsen. De hát nem, mert folyamatosan ilyen durva és még durvább emelkedő. Nézzétek, ez most még keményebb itt. Azt, ahogy áll már a kocsi konkrétan, hát csoda, hogy fel tudok menni. De jó ég, még jó, hogy egy erősebb ladám van, ugye nem pedig mondjuk egy Trabant vagy egy Warburg, hanem tényleg egy ladával vagyok. Mondjuk jó, meg van pakolva, mennyivel megyek most? Éppen 40-nel. Hát ez szerintem az nagyon kemény most, azt rohadt, ez iszonyat durva ez az emelkedő, ilyen még nem is volt. És még mindig emelkedő, hát ez hihetetlen, ezt nem hiszem el. Konkrétan nekem emelkedőből áll a játék, jó nem, volt amikor 160-nal meg 180-nal mentem, azért az is jó volt, de ez, hogy most ilyen 40-nel megyek, meg 45-tel, ez kegyetlen, ez így nagyon durva. Hát így elég lassan lesz meg egy ifa. Konkrétan már világosodik ki, és akkor kezdtünk el az emelkedőn felfelé jönni, amikor elkezdett sötétedni. Hát ez nagyon kemény. És még mindig ott jövünk, még mindig emelkedő jövök. De már jön föl a nap. Én is megyek fel az emelkedőre, nem csak a nap jön föl, hanem én is. Még jó, hogy ez a nagy hűtő van a ladában, aztán bírja. Na, most lett hivatalosan is nappal, lekapcsolták az utcai lámpákat, úgyhogy most tényleg hivatalosan nappal van. Én pedig talán most már lassan az emelkedő tetejére értem, de hát a távolva azért nem úgy tűnik, mintha az emelkedő tetejére értem volna. Ott azért még lesz előttünk egy kicsi, de talán most egy picit meg tudok lódulni. Most már 80-nal is tudok menni, majd nem, te jó Isten, mi történt itt, azt a... Itt előttem lesz valami épület, ami most rajzolódik ki, úgyhogy picit lassítok, hát hogyha kapunk valami járművet is mellé. Ja, ez egy benzinkút, igen. Nézzük, van-e valami jármű is itt mellé, vagy ez csak egy ilyen... Hát van mellette jármű, pontosabban rajta egy... Mi, ez Simpson? Vagy az micsoda ott? Igen, úgy néz ki, mint egy Simpson. Ja, egy Pannonia? Mi az? Mondjátok meg, srácok, nekem mi az, nem tudom. Így hirtelen. De nem ifa, ezt 100%-ig állíthatom nektek, hogy nem ifa. Úgyhogy menjünk tovább az emelkedőn. Aztán, de milyen kemény már megint, egy jó Isten. Hát nem hiszem el, hihetetlen. Most nézem, srácok, hogy a hátsó keréknél van egy kefe. Azt nézzétek már, oda be van ragadva egy kefe. Az olyan fékezi a kocsit? Emelkedőn feljön ide, jó, hajhó. Új, full gázon lejtőn, azt a... Nagyon dobál. Fék. Nagyon, júj. Azt a, majdnem felborultam. Oké, megtartottam. Hát, még mindig nincs ifa, srácok. Nem baj, legalább most már lejtő van, úgyhogy tudom neki nyomni szépen. Vagy éppen elengedem, és akkor is gyorsulunk. Nagyon jó, végre. Végre. Időközben elveszítettem a tükrömet, mert akkor átborultam, mint az állat, és elrepült, nem találtam meg. Nem baj. Most leállított motorral megyek lefelé, de így is szerintem simán ütöm a 160-at, sőt, szerintem még többet. Fékezek is egy kicsit. Júj. Nem szabad fékezni. Asztarat. Majdnem meghaltam. Na hát kiesett minden a kocsiból konkrétan. Egy kerék mindenképp mínusz. Hűtő. Ajtó. Az igen, meg hát majdnem meg is haltam. Oké, ezt nem be kell rakni, és akkor utána megyek tovább. Na hát, mehetünk is tovább, de tényleg most már nagyon óvatosan. De ez nem igaz. Itt nem lehet óvatosan, be is indult újra a lada. Hát itt nem lehet óvatosan menni, ez nagyon kemény ez a hely. Na, azt hittem már nem vált át egyesbe, de csak átváltott. Hát itt nem lehet óvatosan, el is hagytam, egy táskát is elhagytam. Vagy nem? Nem, ott van. Csak nem láttam a sötétbe, jó van, azt hittem már elhagytam egy táskát is, de nem hagytam el. Egy nagyon picit fékezek, mert iszonyatosan gyorsak vagyunk, és így kb. Irányíthatatlan a Verda. Kellene rá az az amerikai kerék, tudjátok, aminek fehér az oldala. Az kellene, mert az nagyobb, azzal talán jobban meg lehet fogni a járművet, de
pici pukkanó is már leng össze-vissza a Verda, úgyhogy annyira nem jó. Na de mehetünk további fát keresni. És mindjárt megvan a 100 kilométer, és megvan a 100 kilométer, kérem szépen. 100 kilométert jöttem, és még nem találtam ifát. Nektek mi volt a leghosszabb táv, amíg nem találtatok meg azt az autót, amit szerettetek volna? Írjátok a kommentbe, kíváncsi vagyok rá. Nekem fogalmam sincs, de szerintem ez most már lassan ott van annál, ameddig nem találtam autót. Bár volt olyan, amikor kettő streamen keresztül se találtam egy autót, ott lehet, hogy többet mentem. Nem mindegy, de lehet, hogy rekord lesz majd. Lehet, hogy rekord lesz majd, amíg nem találok ifát. Trabant, meg Icarus! Nem már! Trabant, Icarus van itt. Ezt megláttam ezt itt az útról, úgyhogy eljöttem ide, hát, ha de Icarust kaptam, nem ifát. Pedig amúgy az egész jó állapotban van az az Icarus, mármint, hogy rajta van az összes kerék, ami amúgy elég ritka. Hát jó, ez van. Nézzük meg, ott van egy másik ház. Itt most nagyon nagy szerencsém van, mert az út mellett is volt egy, meg itt az úttól távolabb is volt egy. Nézzük meg a másikat, hogy abban mi van. Hát ebben sajnos nem volt ifa, kettő trabant volt és egy Icarus. Aha, na leszpónolta. Mi lesz itt? Mi lesz itt? Kicsit óvatosan fékezzünk le. Van bent valami. Egy trabant, igen. Egy trabant, egy kombi Warburg és egy bogár. Meg még egy barkasz is van bent, hogyha jól láttam, igen. Meg még egy barkasz is van bent, tulajdonképpen már szinte mindent láttunk. Még elhagytam egy Dacia, de azt én nem láttátok, mert a darabokra volt szedett, tulajdonképpen csak a Kasznia volt neki. De már szinte minden autó volt. Kockaladát még nem láttam, az ott a ház. Nem, az csak szikla. Kockaladát még nem láttam, meg hát ugye természetesen az ifát se láttam még. Na van egy újabb benzinkút, nézzük, lesz-e valami jármű. Hát eddig még nincs. Eddig még nincs semmi. Nincs. Konkrétan nulla. Lehet menni tovább. Ott a nagyon távolba van egy ház. Megnézem, hát hogyha lesz ott ifa, ki tudja, nagyon remélem egyébként. Elég nagy ház, úgyhogy hamarosan kiderül, hogy van-e ott valami egyáltalán. Na, azt mondja, hogy bogár, egy tökéletes bogár, egy utánfutó, aminek nincsen kereke, és ha jól látom, akkor kávé ennyi. Van itt egy Schwalbe, és ja, igazából ennyi. Jó, akkor mehetünk is vissza az útra. Benzinkút a láthatáron. Kicsit lassítok, hogy legyen ideje leszpónolni a dolgokat a játéknak. Hát de úgy látom, hogy ide semmi autót nem spónolt nekem, ismételten. Ehhez a benzinkúthoz egy hűtőt, amit bele akar, de azt nem sikerült, úgyhogy mehetünk tovább. Van a távolban egy villa, oda elmegyek, megnézem, hogy ott, hát hogyha lesz ifa. Ki tudja. Első körben amúgy be sem megyek az épületbe, hanem így körülötte megyek egy karikát, megnézem, hogy mit spónol le nekünk, és hogyha nincs semmi érdemleges jármű, akkor megyek tovább. Ott van valami, talán egy Warburg, talán egy, Skoda, meg egy, hát szerintem egy kombi, kombi Warburg a másik. Igen, az. De én meg miért megyek neki a falnak? Jó, hát akkor mehetünk vissza az útra. Innen nem is látom az utat, de úgy így jöttem, szóval akkor így megyek, akkor elméletileg oda fogok kiukadni. Ott a távolban látok egy tanker, de igazából arra nekem nincs is szükségem, mert tele vagyok üzemanyaggal, míg az óra is alig, a fúrról alig kezdett el lefelé mozogni, úgyhogy teljesen jó. Jól fogyaszt a Lada, sokszor nem kell neki nyomni a gáz, szerencsére most lejtős a rész, ahol jövök. Benzinkút, újabb esély, újabb lehetőség. Nézzük. Hát semmi konkrétan. Ugyanúgy leszpónolva megint. Semmi. Mehetünk tovább. Újabb épület, újabb lehetőség arra, hogy ne kapjunk egy ifát. Valamiket spónol már lefelé. De semmi. Körülötte semmilyen jármű. Jó, hát akkor megyünk tovább. Hány kilométernél járok már amúgy? Már megyek egy ideje most. 153. Az igen. Az kemény. 153 kilométer óta találtam ifát. Vajon hány kilométernél lesz ifa? Kérem, tegyék meg tippeiket kommentben. Kicsit letérek az útról, mert itt van egy épület, ráadásul ez egy olyan benzinkút, ez egy nagy benzinkút, aha. Na, mi lesz itt? Icarus, azt hittem ifa. Egy Warburg, egy Icarus, azt hittem, hogy ifa, nem az. Basszus, egy Icarus, és ez is egy teljesen jó állapotban lévő Icarus. Mármint, hogy van neki kereke meg minden. Ja, tényleg az összes kereke megvan neki.
Ó, meg egy Warburg. Ifát kérek, játék, légy szíves, adj nekem egy ifát. Mit csináljak, hogy kapjak egy ifát? Komolyan. Sokadik Icarus, sokadik Warburg, ifa meg sehol. Mondjuk Amcsi V8-at se láttam még. Jön egy busz megálló. Jön egy busz megálló, picit fékezek. Ne, azt hittem ifa, megint egy barkasz. Hát nem igaz. Azt hittem, hogy ifa. Faszus szemből. A lámpája amúgy ifa. Vagy, na, szóval az az NDK-s lámpa, mert az van a Trabantba is, a Simpsonba, az ifába, a barkaszba. Ugye igazából mindenben az a lámpa van tulajdonképpen, de nem ifa. És hát ifa gyártmányú a lámpa, de nem kaptuk meg a teherautót. Na, megint lesz valami megálló. Megint lesz valami megálló. Jármű? Hát egy motor. Nagyon durván szétszedve. Oké, de nem sokára megint lesz egy megálló ott. Már látom is a távolba. Meg ott van egy nagy, óriási víztározó. De ami engem érdekel, az ott, az egy elég nagy valami lesz. Na, arra nagyon kíváncsi vagyok. Emlékeim szerint ilyen nagyon nagy épületnél szokott lenni ifa, és az egy nagyon nagy épület ott. Arra megy talán az út, hogyha jól látom. Hát nagyon kíváncsi vagyok rá. Vágunk egy kicsit oda, mert úgyis arra megy az út, most már tisztán látszik. Jaj, de izgulok. Légy szíves, adj egy ifát. Léci. Fékezek is, hogy legyen ideje leszpónolni az ifát. Léci. Olyan jó volna. Adj valami járművet. Mi az, hogy nincs itt jármű? Mi az, hogy nincs itt jármű? Épületeknél szokott lenni nagy Icarus meg minden. Nincs itt jármű, srácok. Az igen. Na hát nem kaptam ifát. Jó, hát akkor irány horány. Ott a távolban még egy nagy épület, és pont arra megy az út, áthott lesz az ifám. Érzem. Most benne van a levegőben. Érzem az ifának az illatát. Ti is érzitek? Na, már lassítok is. Nézzük, lesz-e itt jármű. Kell lennie. Ott van valami. Barkasz. Rohadjál meg, barkasz. Hát ez nem igaz. Ifát kértem, erre barkaszt kaptam már megint. Hát de mennyit kapok ebből a barkaszból? Hányadik barkasz már? Ifa meg semmi. Ivették a játékból, vagy mi van? De éreztem az ifának az illatát, de akkor nagyon-nagyon távolról fújta ide a szél. Na, menjünk tovább. Hát ez hihetetlen. Hány kilométer már? Mennyi az? Fékezek egy kicsit? 174, mindjárt 175 kilométer, az igen. Jön meg egy kisebb benzinkút, jön megint egy kisebb benzinkút. Lassítok, egy ifát kérek, köszönöm szépen. Ifa? Hello? Nincs ifa. Jó, akkor megyünk tovább. Ott a távolban van megint egy nagy épület, oda lehet, hogy elmegyek. Sőt, el is fordulok oda, arra a nagy épületre, és majd remélem visszatalálok az útra. Az elég távol van, de nem baj, rámegyek, nézzük meg. Hát, ha pont ott lesz az ifám. 50 hiszem, de azért megnézem, hát ha mégis. Itt egy Icarus, hát ez nem kell, de már tudjuk, hogyha esetleg találunk ifát, hol lesz kerék. Úgyhogy ez egy nagyon nagy pozitívum. Tudjuk, hogy honnan tudunk lopni kereket az ifára. Na, ifa. Hello, hello. Ott van! Megvan az ifa! Woohoo! Megvan! Itt az ifám! És milyen jó állapotban van! Négy kereke van meg minden! Azt nézd! Azt nézd! Van benne minden, ami kell. Hűtő is, meg minden. Platós ifa. Nagyon jó! Mennyit jöttünk? 185 kilométert, 4 óra, srácok, több mint 4 óra vezetés után megvan az ifa. De jó Isten, azt a rohadt élet. Jaj, autót meg mindjárt felborítom. Minden megvan benne, ami kell nekünk. Van benne hűtő is. Csak ez a hűtő rossz. De van nekem jobb hűtőm, amit hoztam magammal a ladából. Forró a hűtő, de nem számít. Belerakjuk az ifába. Ifa hűtőnk volt akkor. Mennyi víz van benne? Fullos a hűtőm. Azt nézd. Yes! Mi van benne? Üzemanyag. Nézzük. 2,1 liter olaj van benne. Azt le kell belőle majd engedni. Nagyon jó. És működ? Nem tudom beindítani, mert olaj van benne csak. De mindjárt beszállunk. Hoppáré. Kérem szépen. Hadd nézzem meg. Olaj, 5/10 liter, jó, teszünk bele olajat majd. Ó, de nagyon csecse az ifám. Nagyon király. Ohoho. Megpróbálom az, hogy csak megpróbálom beindítani. Hát nyilván nem fog olajjal beindulni, de ezért megpróbáltam. Több mint 4 óra vezetés után, srácok, megvan az ifa. Iszonyatosan örülök neki.
Nagyon-nagyon jó. Hát ezeket a gumikat nyilván le fogjuk cserélni. Amúgy egész jó gumik vannak azon az oldalon, ezen kevésbé. Itt a tankot is le tudom szedni. Hoppá, réli. De jó, akkor így ki tudom belőle. Sőt, akkor igazából annyit csinálunk. Rájöttem, mi csinálunk. 2,1 liter olaj van benne, ugye? Nekem ez jó lesz arra, hogy betegyem, hogy beöntsem a motorba ezt az olajat. Na, nem tudok ránézni sehogy se? Nem, várjál, el kell engednem, muszáj vagyok elengedni. Hoppá, mi történt? Mi történt a kamerával? Ki kéne szállnom? Valami elrob... Oké, most szerintem most lesz a jó. Fogjuk meg, Q. Nem, így nem jó. Így nem tudom betölteni. Át, ez nagyon rossz így. Így nem tudom betölteni. Na mindegy, majd megcsináljuk. Vagy tényleg az lesz, hogy kiöntöm, ezt akkor annyi igazából, mert na most igazából mit is foglalkozok vele egyébként, van nálam 20 liter olaj. Megiszom, az is jó amúgy. Fogom, kiöntöm belőle ide a földre, így van, és visszarakom a helyére. Bum. Meg kell tankolni, át kell rá pakolni, és mehetünk is az ifával. Megnézzük majd az Ikaruszon ott milyen kerekek vannak, de ezek a kerekek egész jók. Másik oldalon lévő kerekek azok annyira nem jók, és akkor mehetek az ifával. Végre! Na, srácok, itt van az ifa. Több mint 4 óra szenvedés után találtam egy ifát, úgyhogy várom a kommentjéteket, hogy mit csináljuk a következő epizódban majd. Hát nyilván megyek az ifával, de hogy mi történjen, arra vagyok kíváncsi, hogy mi történjen, ugye? Ezt írhatjátok le kommentben, hogy mit csináljak a következő videóban. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a kommentet és ezt a rengeteg lájkot rá, hogy ifát keressek, mert tulajdonképpen ezt találtam legutoljára. Ha Ikaruszt kellett volna, akkor már nagyon régóta vége lenne a videónak, de hát ifát kellett, de lett végül. És nem is rossz, tök jó állapotban, attól féltem, hogy nem lesz benne motor, vagy nem lesz rajta kerék, vagy valami, de ezen minden van, úgyhogy tökéletes. Úgyhogy srácok, várom a kommentjeiteket a videó alatt, hogy mi legyen a következő részben, mit csináljuk a következő részben. Úgyhogy ennek a videónak itt a vége, remélem, hogy tetszett. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és hogyha nem szeretnétek lemaradni a további Long Drive kommentúra videókról, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára, és ha értesítést is szeretnél róla kapni, hogy valami történik a játszótéren, akkor pedig a feliratkozás gomb mellett nyom meg a kis csengőt, és benne a kis pipát is, hogy adjatok esélyt a YouTube-nak arra, hogy tudjon titeket értesíteni, ha valami történik a játszótéren. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, legyen szép napotok, bármikor is látjátok ezt. Én Makan voltam, sziasztok!